Now turn up. Igen. Ezt a testkábelt mindegy hova tesszük, hiszen a vasmaghoz van fogadva, az meg egy helyen a blokkhoz, a kis rész lemezzel. De én itt jobb helyének látom, nem tudom gyárilag hogy van, de itt jobb helyen van, mint itt a... Uh-huh. Ja, hát ott igen. Lehet, hogy oda se tudnánk rakni. Ah, szerintem lezárán a ventil, vagy a propeller. Igen. A lopátkák. Na, kétszer is meg lehetett húzni. Na, ez már jó, jó jel. Ezt egy csavargóval segítjük. Oké. Okay. Jó, tehát szépen rajtva látható. Igen. Ahogy ne. Oké, zsokké. Kicsit fel van hajtva, de nem is hajtom vissza le. Nehogy hozzáérjen a testhez. Na, megkeressük a légterelőt. Jó. Azt behoztuk? Vagy... Én hoztam egyet. Ja, hoztál. Ja, oké. Okay. Tiszta. Oké. Okay. Berántóhoz kell most? Kelleni fog. Mert az kint van. Azt hiszem nem hoztuk be. Jó, azt feltesszük. Hát még oda sincs pucolva. Na, mindegy. Azt ma utólag is el tudom pucolni, ahogy van. Hát, lehet, hogy ezt is el kell pucolnunk. A másik légterelőt, mert ez se az a gépé. Érdekes. Csak hasonlít messzire. Hasonlít rá, ja. Igen. Jó. Itt is nagyobb. Aha, aha. Na, akkor majd érkezünk egy kis pucolási Sziasztok. Után. Jó, akkor folytatjuk. Igen. Közben tankot is ide hoztuk. Bevezetjük. És ez valahol. Azt hiszem, az a lukon, nem? Megy át a lyukon, igen. Úgy. Azt hiszem, ott jött át, ha minden igaz. Igen. És itt is van neki egy fogója. Még. Ja, igen. Valahogy így. Na, tehát így vég. A nyújtókábelünk meg ide megy, és akkor meg így jön fel. Igen. Az ugye nincs még elvágva, láthatjátok. Igen. Majd elvágjuk méretre. Szerintem le is csippenthetjük. Vagy most már lecsippentjük. Ja, hát picit hagyok rá. Egy kicsit hagyja rá. Egy feszüljön. Az elég lesz? Attól függ, hogy van. Hát tudom, burkolat, tudod. De így van, már ide megy. Ja, oké. Jó. Most már tudja, hogy akkora lesz. Jó, picit meg szoktam foragni neki a igen. végét, hogy kilógjon a kábel. Uh-huh. Jó. Tehát így. Látható. Oké. Okay. Az új pipát. Kis trükkhöz folyamodunk. VD40-ed van esetleg. Van mögötted. Uh-huh. Ja, így könnyebben átugrik. Igen. Jó ez a fogó. Aha. Na, majd ilyet nézek valahol. Mondjuk könnyebben kikapod ezzel minden enyém, az én kis egyes igen. csőrikémmel. Kicsit megnyomtam. Ezt meg. Egy bekapja a gép. Ja, és ugye rosszat rendeltem, mert egy tüskés sajnos. Nem baj. A pipa rá fogja már elég. Ja, most még masszív, vagy... Na most ez valahogy úgy kéne rá nyomni, hogy... Ja. Nem így. Ja. Ah, még jó, hogy itt volt a mágnes. Na, szerencse.
Hogy jó, még a vége is érje, ugye? Igen. Aha. Jó, akkor azért, hogy a hosszabbra. Igen. Azért régi gyertyapipák jobbak voltak, csak belecsavartuk, azt jó van. Igen. Szerintem sokkal egyszerűbbek voltak azok a pipák. Nem így ilyenekkel szórakozni. Szerintem sokkal könnyebb volt felrakni. Hát ez egy művészet. Hát, ja. Próbálom valahova feltámasztani, hogy átszúrjam. Itt így nem megy bele, mi? Most már így jó lesz. Ja, most már talán jó lesz, ha nem fordul el bele. Most már meg kell, hogy adja magát. Lehet, hogyha túl hosszú a tüskéje is, nem? Szóval lehet, hogy visszafele meg inkább tolod, mi? Igen. Úgy néz ki, hogy hosszú a kábelhez képest. Lehet, hogy vastagabb kábel kell neki, tudod? Na, szerintem most jó átment. Lesz. Átment. Átment, oké. Okay. Jó. Frankó, tökéletes. Túlsó fejét meg ráhajtjuk, mint a szöget szoktam. Nem? Nem kell. Akkor biztos jön a pipa. Ha jó, belepasszol, akkor frankó lesz. Ó. Így. Ilyenkor beszoktam azért igazítani. Oké, tökéletes, látjátok. Tökéletes. Elvileg talán hossza is jó lesz. Ja, akkor berántót addig nem tesszük rá. Berántót nem tesszük fel, mert a tankhoz még oda kéne férnünk. Ja, így úgy néz ki, hogy elég lesz a kőká. Hát talán elég lesz, nem? Nem elég rá? Lesz, még szerintem majdnem sok is. Igen? Igen. Igen, hogy kinyomj. Na. Nem tetszik neki. Nem megy bele. Na, na most a tuti. Van meg. Most a tuti. Ja, meg se néztük, van-e szikra majd? Szerintem van. Bízunk. Én úgy emlékszem, hogy ez a gyújtás jó volt. Jó, oké. Okay. Na, letesszük a tankot. Oké. Okay. Ide valami jó nagy csavarok vannak. Azt hiszem, hogy ilyesmik. De lehet, hogy még ezek a hosszabbak. Nem tudom, melyikek voltak, hogy őszinte legyek. Vannak ott azok a hosszúak, az nem tudom, hol kellettek. Szerintem az oda, ezek, az megy le. Már a rövidek a körfogantyút fogja. Ja, az ott bőven elfér a rugóba. Igen. Föltesszük. Oké. Okay. Az alsót először. Dugmituskokat nem tesszük bele? Vagy utólag tesszük bele? Tudod, mert ezeket bel tudnánk tenni, nem? Vagy egy oldalra bele kell egyik, tenni. Ja, egyik oldalra. Innen bele lehet. Ja, ami fölül van. Igen, de ide viszont nem. Igen? Ide nem, mert ugye itt úgy kell bele belejátszani. Aha. És ezt meg utólag bele lehet tenni. Aha. Jó, jó. Ahogy gondolod, én csak itt videózok. Na, akkor. És a gumituskónak a csavarja, azok ezek. Tehát ugye... Egyenes. Igen. És erre mennek rá ezek a tuskók így. Úgy, úgy. Oké. Okay. Szépen. Szoros is jól cuppant. Hát ez... Keresztül esett rajt, úgyhogy... Mármint mi? Csavar? Igen. De úgy nézem, ebben nem is volt menet. Ja, nem. Nem ide megy. Várjál, hova megy az? Nem ide lesz, mert ide a lancdeklinek van egy kis pöcke, ami belemegy. Igen, ez megy bele oda. Nem. Nem, az oda megy. Az oda megy. Az pedig csavar. Csavar lesz. Az igen. Csavar. Az csavar. Vagy akkor ki lett nyalva belőle? Lehetséges. De nagyon sima. Igen. Érdekes, hogy még menet forma sincs bent. Úgy néz ki, nagyon. Próbálunk egy esre. Akkor valószínű, hogy... Mert vele szemben ott a tuskónak a helye. Igen. Vele? A másik csavar ugyanakkora, ja. Ugyanakkor a másik csavar is. Ja.
Mert ugye az mindenféleképp a mérfelébe kell fogni neki. Igen. Műanyagba kéne fogni neki, akarom mondani. Sufni tuning módszerrel valamit bele. Hát valami olyasmit kéne. Valamit ki kell, szix. Valamit ki kell találnunk, mert oda nem tehetünk menetet, mert ugye az a speckó csavar kell. Na, majd jövünk. Kérem szépen, kész is van a megoldás. Nem várjuk el trükköt, jó? Na. Ja, a benzincsövet bevezetjük. Ja, igen. Ezt belebújtatjuk. Így. Aha. És a gumituskot meg így alulról belenyomod majd, mi? Igen. Ezt már most belerakom. Aha. Ja, hát így. Akkor könnyen belemegy, jó van. Az itt nem feszesebb. Ja, nem. Nem. Ugye ennek alapban rugós a csillapítása. Uh-huh. Úgyhogy ezek... Ez csak ilyen plusz... Igen, igen. Ilyesmi. Végül is az csak a gumituskót fogja. Igen, igen. A kis csavarocska. Semmi más szerepe nincs. Magát a tankot nem, valamilyen szinten tartja. Nem tart, csak a rezgést. Igen. Oké. Okay. Ide jön még egy csavarunk. Abban meg csak jó a menet. Abban jó. Megnéztük. Igen, és ide jönnek ezek a hosszú, ilyen kicsit kúpos, peremes csavarok. Azért ez a jó gép, nem kell anyázni itt. Ja, alapakolni igen. Mindenhova az anyát. Ezekkel öröm dolgozni. Ezt se húzzuk agyon. És akkor még hol fogja? Valahol innen felül van valami. Ja, itt van ott benne van egy rúgó. Ja, 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 azt már nem tettük be. Igen. Talán be tudjuk játszani, és szerintem egy ilyesmi volt rajt. Keresünk egy szépet. Kizárások alapon. Vagy nem ez a rövidebbik? Nem, az a körkormányhoz ja. Megy. Abban biztos vagyok. Uh-huh. Igen. Innét. Onnét se jobb, hogy fentről. Innen jó lesz ez. Oké. Okay. Ja, az is műanyagban megy, belelátom. Igen. Ó, prima. Mellé ment. Kicsit megint. Lehet, hogy ki kéne vennünk a csavart, nem? Ja, akkor nem lehet visszatenni, mami. Jó lesz ez. Nem, nincs benne. Hogy hogyan van? Mellé ment a csavar. Mellé? Aha. Látod? El kell annyit húznom akkora. Ja, így ki kéne támasztani valamivel. Vaj, megpróbálom, akkor én segítek azzal, hogy meg... Na, csak bújtasd ki, aztán betesszük újra. Na, most meg átugrottad a... A fogóval csüppáncs meg. Vajon, leteszem a kamerát. Na, helyén van akkor a rugunk. Oké. Ebben jön úgy szintén egy ilyen csavar. Érdekes, hogy olyan ritka menetes megy bele. Igen, mert ugye műanyag ez a... Ja, műanyag? Jön, ezt hittem, az fém? Nem, nem. Ja, aha, aha. Azt hittem fém. Kicsit rá kell nyomni, mert el akar fordulni a helyén a... Igen, ja, igen. Rugó. Oké. Okay. Ja, hát ez egy ilyen gép, ilyen lágynak a rugózása. Na, ide nem kell volna valami? Nem, ide majd a körkormány megy. Ja, és akkor az... Még rajt persze. Aha, aha. Jó. Jó, megvannak a vezetékeink. Most már akkor feltehetjük a berántót. Berántó. Az itt van. Igen. És akkor ugye egy 350-es látható. Na.
ezt az idegen csavart ki is veszünk. Ja, igen, az egy egy M6-os. Az Isten tudja, milyen csavar került bele. Aztán keresünk hozzá csavarkákat. Nem kizárt, hogy itt is persejeznünk kell. De ugye nem ez volt a tank, tehát akkor igen, nem biztos. Nem biztos. Ó, már szúszok. Igen. Ez már jó. Na. Ezek voltak ilyen csavarjai. Uh-huh. Ez vágott gyárilag. Fej. Igen. Hát... Elvileg behoztunk mindent úgy tudom rádikából. Igen. De hát ha nem lesz, akkor... Lehet, hogy nem lesz meg. Valószínűleg nem lesz meg, mert ugye látható, hogy az a speckó csavar volt benne, ugye ez. Tehát akkor valószínűleg már valaki kicserélgette. Igen. A kezem is kell, ugye? Nem. Félre dobjuk. Ó, fog az, jó van. Ez még fog. Fog. Na hát most a többi csavarunk. Ide behoztunk mindent az asztalra, ugye? Ez, ja, ez a micsodája volt? A gyújtást. Ezt helyettettünk bele egy másikat. Hopp. Van itt még. Amiket én hoztam. Na most aztán csavardömping van. Igen. Itt van. Az nem az volt? Ez, mint a vágott. Nem. Nem. A mindenkinek meg van vágva a feje elvileg? Igen, itt van, látod? Aha. Hát, ez se ja, az. Ja, az se az. Azé. Na mindegy, figyelj! Ami belepasszol, azt... Tegyünk bele olyat, aztán jó van. Most ha nem is gyári, akkor Istenem. Ez se az. Szerintem olyan nincs is. Lehetséges. Ez biztos, hogy a körkormányhoz kellene. Az a körkormányhoz? Igen. Azt se tudom, hogy meg volt-e ám, mint fogalmam sincs. Még azt sem tudom, hol a körkormány. Azt lehet, hogy kint a ládában az is, ha volt benne. Nem is nem volt rajt? Már nem is emlékszek rá. Nem volt. Ez mi anyagban való? Uh-huh. Hát figyelj. Megnézzük. Még. Ez ide rövid. Próbálj. Ja, ez meg rövid, mi? Rövid. Akkor ez talán. Ez fénybe való. Ezt a hosszabbat. Az meg vastag, nem? Ez vastag, meg hosszú is. Figyelj, tegyük, próbáljuk meg ezt, ami a gyújtást fogta volna föl. Nem? Valamit. Na, az jó. Az jó. Az úgyse jó ma oda. Hát. Nem jó, mi? Semmi. Semmi. Ajajajajaj. Másik helyre. Ja, próbáljunk ki több helyet, persze. Szerintem több csavart meg nem hagytunk ki, ugye? Jól emlékszek, hogy behozt, összettük ládából. Összeset. Na, az, ide jó lesz. Az a szorosabb. Jó, akkor van egy. Oda akkor egy vaskosabb kellene, mi? Igen. Uh-huh. Ó, hát ezt van, akkor meg lehet. Hogy megpróbáljunk egyet belerőtetni. Hát ez még nagyon vastag, nem? Hát a vastagsága az még nem gáz, csak itt, hogy... Tudod, ne jöjjön neki a kipufogó. Ja. Szakít csak ki hátul. Uh-huh. És sima, mi a fene csavar, meg nem jó bele, mi? Ja, az nem. Várjál, figyelj. Igen. Hopp. Hoppa, meg is van. Próbáljuk meg azt. Megpróbáljuk. Kettőt kivetti? Igen. Oké. Okay. Azt még kínaihoz vettem. Körfogantyúhoz. Beleesik mi? Nem biztos. Nem biztos. Hát most nem... Ja, ide elmegy szerintem a hosszabb csavar az a fajta. Elmegy? El. Ide el. Kész az ebéd. Jó. Majd folyám, hogyha gondolod. Jó. Kicsit haladjunk. Tehát akkor a kínai csavar az felejtős. Ezt ide megpróbáljuk. Sajnos több csavarunk meg nincs. Beletekered oda? Igen. Mikor? Hátul van egy hely. Van hely, mi? Kijön. Ja. Aztán meglátjuk. Ebből van is belőle. Megnézzem még kint a ládikát majd. Hát, ha... Megnézhetjük. Nem vettük észre. Ott kijön, ugye? Nem zsákfulatos. Hát. Nem. Na, akkor jó. Az fog, az tud, kerály. Az igen. És már tolja ki a koszt. Ja. Szerintem jó is lesz. Jó lesz az, akkor meg jó van. Okay. Jó. Ide meg. Egy ilyet, ami bán volt, megnézünk.
Ja. Elvileg beleviszi. Műanyagba vág menetet. De fog. Az tud, király. Műanyagba kell, hogy vágjon menetet. Igen. Lehet, hogy a hosszát le kell kapnunk ennek is. Figyelj. Meg keresni egy rövidebbet. Rövidebben lehet, hogy nincs. Azok a fényesek savak, azok is vékonyak. Ja. Ezek jobban kínai. Igen. Gépekbe hozattam ezeket, vagy vettem ezeket a csavarkákat. Hát, ja. Találunk még egyet, nem? Vaj, nézzük meg a ládát. Nézzük. No kérem, fönt a berántó, igaz, hogy ilyen-olyan csavar, amiket találtunk. Nem az a lényeg. Maga majd a gép a lényeg, nem az, hogy milyen csavarokon összerakva. Oké, akkor. De folytassuk a karburátorral. Az még egy. Karburátort? Azt már hoztuk? Ne, de valahova állt. Ja, várj, itt a vödörben, nem? Vagy nem ide tettem? Gyere, itt van. Még azt meg se néztem, ugye a karburátor így, ahogy volt, levettem a gépről. Meg se lett pucolva. Koszos. Igen. Hogy szuperál, hogyan sem. Nem tudom. Kicsit megvan gyepálva a felső csavar, látszik. Igen. És így már valaki buherálta. Biztos piszkálták. Ez a szivató, és ha jól emlékszek, akkor ez így van. Nem így van fönn, így van fönn. Ja, igen. Igen, mert egyik, ja, mert a kapcsoló igen, arra megy rá. Így. Úgy alul, ja, valahogy így úgy megy fönn. Igen, ott az állítócsavarok. Az állítócsavarokból indulok ki. Ja, igen. Így. Így lesz. Tömítés alá. Ez alá nem kell. Ja, ott a gyűrű. Ja, igen. Gyűrűtöm itt. Most kell nekünk egy ilyen kombi kapcsoló. Ja, akkor ezt megkapja így, ahogy van? Igen. Jó, akkor nem az lesz, tehát nem azt rakjuk rá, ami rajt volt, hanem igen. Másik. Ezen még szebb a légszörő is, látjátok, szép tiszta. Ja, azon még az sincs rajta. Nem, mert ja. Az ilyen bajonettes. Ja. Ezt el kell fordítani, aha. És így jön le. Ja, ezt kivesszük belőle. Valahogy. Vagy beakasztod azt. Beakasztom azt inkább. Ez csak kikezdődik. Ezt egy csavar húzóval szoktam. Jó, te osszó. Laposabban. De benyúlok, és akkor így óvatosan. Már ez ilyen fogyóeszköz a 20 kornáknál. Meg a leállító kapcsoló is. Jó, de se kell már tömítés a műanyagban, ahogy csere közé persze. Nem. Így van fenn. És akkor, hogy hogyan vagyunk? Hogyan van? Fordítva, nem? Így. Úgy. Így vagyunk. Ja, mert ez volt a teteje, amíg az előbb betetted. Igen. Oké. Ja, és a kábel meg gondolom ide, mi? Kábel ide megy az egyik, a másik meg ide bele ebbe a pirosba. Két kábel jön, hol a másik? Igen. Ide megy az egyik, ezt meg rá kell így dugni. De stílné, mi az slusszol? Igen, hát összeköti a két kábelt. Igen. Csak azt néztem, hol a másiknak a vége, jó, meg, vagy hol van? Így, itt van ebbe. Ja, igen. Ja, az megy rá, igen. Igen, hát, ez megy ide, és a kék meg lejön ide alulra. Ide ebbe a kapcsolóba. Jó. Franco. Na, keressünk hozzá egy csavart. Ez már be van persejezve ez a... Igen? Ez már persejes? Fémmel. Igen. Aha. Látható. Ja, ez amúgy micsoda? Ez amúgy... Műanyagba menne bele? Igen. Ezek ja, azok a ritkább menetes. Igen. Aha. Akkor abban más peckó csavar is kell. Igen. Tehát az nem jó hozzá. Hát akkor ez nem? Az. Ez az egyik, ez az meg a másik. A másik. Ja, akkor ez a két csavar lesz. Ez elvileg egy nagyon frankó, rezgés csillapított karburátor. Na. Mert ugye itt is ilyen a gumitorkunk. És ez tartja még a két légszűrő tartót. Aha, tehát az is. Ez is, úgyhogy nem rezeg együtt a blokkkal mind a
Ki van ezt találva? Másik gépek. Jó, és akkor oda megy rá a benzincső. Igen. Hát az igen hülye egy megoldás most tényleg. Most ha alulról jön a cső, egy kunkor tesz mi. Igen. Akkor lehet ez van alulról is rátenni. Szerintem azt el tudjuk forgatni rajta. Hát nem törik el? Ez nem. Biztos? Persze. De ezt még hagyjuk kicsit a végére. Csak fura, hogy pont ott van a... Mi az oda belemegy? Igen, annak bele kell menni. Jaj, mondtad, ezt így csillapítja. Aha. Gumibabba. Hát akkor tényleg érdekes megoldás, mert akkor benzincső pont útban van, látjátok. Igen. És vagy lejjebb hajtjuk, vagy feljebb. Az nem törik el akkor tényleg? Nem törik le. Én még sose forgattam át, hogy őszinte legyek, ilyet. Simán át lehet még a filmet is. Igen? Igen. A karbink nagyjából a helyén van. Most kell egy... gázrudazat is, ja. Ha jól emlékszek. Igen, ide kellene egy porvédő is, de az ja, sajnos nincs. Nem találtuk sajnos. Ez azt hiszem úgy van, hogy... És ez mi fogja ott a lovasznak? Mindjárt megmutatom. Aha, és bele kell lakasztani. Ez... egy kis fül. Ja, egy aha, mind a 28-as. Aha, aha. Tehát nem belakasztod egy lukba. Tök jó. Ez nekem nem szimpi ez a gázrudazat. Inkább a másikat tegyük rá, ami egyenesebb. Aha. Ja, végülis ezt tolja. Igen. Akkor ott jóformán nem is kell beakasztani semmibe hátul. Nem, nem, nem. Ez ugye így működik. Ja, értem, csak bele kell oda tenni. Igen. Így. És akkor van itt ez a kis rugó. Szeriség, egy nagyon picike csavarhúzó, ez jó. Ja. Hát azért hegyes valami, de... Jó ez. Ez fogja rá valahogy. Jaj, akkor ki kell hallít... Aha! Így. Így ezt kívülre teszed. Igen. Aha! Így. Na. Franko. Picit görbittek rajta. Azért biztosan... biztos. Az... és akkor így be kell alahonítani. Ja, alá. Aha. Így. Kész. Látjátok. Így van összerakva. Oké. Okay. Igen. Ja, így is, és jó. Ha fönt lesz, igen, akkor jó. Akkor át tudjuk a csövet tenni. Így. És ez a pöcök ide nem... ez a szivató, ez meg másik oldal. Ja, értem. Oké. Okay. Na, benn van mindenki. Ugye láttad, a karburátort nem pucoltuk ki. Rádobtuk úgy, ahogy volt. Igen. Húha! Ez ilyen lesz, ilyen. Lehet, hogy előre le kell ebben tennünk? Nem. Csak nem voltam mikon, de le lehet játszani. Valahogy így is. Lehet a gumi tuskót ki kell okoztanom. Ja, értem. Tudja ne elmozdulni egy picit. Oké. Okay. Így, né. Ben van minden ki a helyen. Levegyük. Újra. Levegyük. Nem baj, figyeljetek, elbukjuk. Valami buktató úgy is kell még. Oké, okay, Franko. Meg van minden. Na, így most már szépen fönt van a csövünk. Igen. De olyan sokat nem is hagyhatunk rá, mert itt akkor útba lesz. Ezt itt lecsippentem. Egy kicsit inkább hosszabbra, nem? Úgy, és akkor ha egy isten még hosszú, akkor ból tudunk rövidebbet csinálni. Igen. Ez jó, azért jó az átlátszó cső, mert belátjuk, ha fölveszi a benzint, mikor rángatjuk a gépet. Na, úgy jó, és nincs is nagy törése.
Jó az. Jó, de ide viszont már kelleni fog a gombos fejű imbusz kulcs. Ja, a slussz kábel. Uh-huh. Ide jön az egyik. Oké. Okay. Ja, másik meg valahova, mi? Másik meg. Ide jön bele. És akkor bele kell nyomni? Igen. Fogóval. És azért hozzá, és akkor úgy letestel majd. Igen. Mert amit csak egyes stílni, egy rúgazad van, ezt csak be kell dugni. Kár, nincs itt, itt is egy érintkező csati felület, és akkor csak rá kell dugni. Nem, egyszerűbb lenne. Sokkal. Hát ugye, túl egyszerű lenne a dolog. És még ez a hülye 90 fokos csatlakozó van rajt. Ja. Na. Sikerült. Oké. Okay. És akkor elvileg szúnyog. Ja, és ezeket nem tudod lekapcsolni, ezt csak úgy tudod megállítani, hogy lenyomod a gombot, amíg meg nem áll. Igen? Igen, elengeded, akkor vissza rárakja a gyújtást. Ha. Nem semmi technika. Ja, csak addig testel, még fogod. Igen, igen. Hát egy ilyen slussz kapcsoló. Akkor folyamatos gyújtásom van. Igen, fogod. Igen. Na, most kellene nekünk egy 4-es imbusz, aminek gömbös vége van. Na. Amivel szoktam tekergetni be a mérfenéket. Hát van az imbusz kulcsom. Ezek ebben nincs benne 4-es, ja. De az nem 4-es? Az. Ja, akkor jó. Mert ez csak így lehet hozzá férni. Ja, értem. Nem jó helyen van. Vagy jó helyen van? Viszi? Viszi. Viszi, akkor jó. Az 4-es? Nem pörög el? Nem pörög el. Gázrudazatunk kiakadt, hál' Istennek. És tényleg? Nagy kábel rakosgatásban. Ja. Szerintem félre nyomtam. Ez meg is kezdett szorulni. Vagy is kezd megszorulni. Ez is szépen. Ott még hézag van, nem? Ez nem is megy el teljesen csontig? Az nem. Nem is megy? Nem, 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 nem. Nem? Nem, már van egy kis perem a légszerűen. Ja.